Jó estét kívánok, hétfő van, tehát sajtóklubban, itt vagyunk, Bencsik, Szentesi Zöldi Hut, és jó magam, tiszteletem, drága uraim. Az elmúlt hétvégét a Jobbik azzal töltötte, hogy ismételten, csúnyát akartam mondani, de nem mondom, ismét egy kicsit leszalámizza önmagát. Így jó, ugye, így szalonképes. Tehát ugye az történt, valamikor múlt hét csütörtök hajnalában Molnár János mindenféle megyei vezetőknek, meg nem tudom kiknek írt levelét megosztotta a sajtó. Ebben Molnár János arról értekezett, hogy amit a Jobbik mostani vezetése csinál, néppártosodás ürügyén annak már semmi köze ahhoz a néppártosodáshoz, amit egyébként ő is helyeselt, vagy helyeselne még a mai napig is, és hogy mindenféle oszlásnak indult politikai hullákkal akarnak összebútorozni, ő az LMP-t apostrofálta imigyen, és hogy a Jobbik mindent feladott már az eredeti értékeiből. Körülbelül ez volt a rezüméje. Pénteken összeült a Jobbik rendkívüli nem tudom milyen, és kizárták a frakcióból Molnár Jánost. Hogy a pártból kizárták-e azóta, azt nem tudom, szerintem még nem. Nem volt most rá egyszer kérdése. Nem volt rá idő. Mindjárt kizárják. Ez is kérdés, hogy melyik pártból? Minden esetre, ha jósz, ugye Molnárral együtt két képviselő, a Fülöp Erik, aki tiszavasvári polgármestere volt, tehát mondjuk egy viszonylag fajsúlyos figurája a pártnak, illetve Apáti István. Ők Molnárral együtt kiléptek a frakcióból, ami most praktikusan azt jelenti, hogy Dúró Dóra, Molnár János, Apáti István, Fülöp Erik, ez négy. Ha még egy embert szereznek, akkor frakció alakításra megvan a létszám, hogyha leülik a váróterembe azt a 6 hónapot, amit le kell ülniük ilyen esetben. Itt tartunk most, de nyilvánvaló, hogy két fő kérdés van. Egy, mi lesz a Jobbikkal? Kettő, visszatér-e Vala Gábor, aki ezt az egészet előidézte. Ki kezdi? Hát, ami Vala Gábort illeti, megnéztem, neki van egy blogja, meg a Facebookon is blog. Blog. Vala Gábor gyakorlatilag saját magával van elfoglalva, és semmi másra nem foglalkozik, mint a saját szépségét és okosságát fényezi. Tehát szerintem ő neki már nem vedett visszafelé. Ő egy hollywoodi filmszerep után átsingódik, talán össze is jön neki. Ami a Jobbikot illeti, úgy látom, hogy könyörtelenül ketté fog szakadni. Tehát a Mi Hazánk mozgalom előbb-utóbb megtalálja az ötödik embert, és frakciót alapít, ami azt jelenti, hogy ez a szavazó tábor, ez nagyjából ketté fog hasadni. Az, ami most zajlik, ez színvonal alatti. Tehát persze nyilvánvalóan lehet látni, hogy a Jobbikos jelenlegi vona által támogatott Jobbikos elit, ahogy te megírtad, voltál kedves a demokratával, nem is akarom lelőni a poénodat, de hát ez egy üzleti vállalkozás. Ezeknek már nincsenek erkölcsi megfontolásaik. Szóba került a cikkem, nem önreklám, de valóban lapunkban a Magyar Demokratában hamaros olvasható lesz, hogy milyen gyorsan és milyen képlékenyen alakult a helyzet. Én ezt kétszer írtam át teljesen, igen, ezt a cikket, mert még csütörtökhöz képest, most, amikor hétfőn beszélgetünk, teljesen más helyzet van. Van egy nagyon fontos dolog, Zsolt, amit kérdeztél azzal kapcsolatban, hogy Vona Gábor pozíciója, helyzete. Ne higgyük egyetlen egy percig, hogy Vona Gábor nem a párt irányítója változatlanul, egyébként Schneiderrel, Gyöngyösivel, másokkal együtt. Ami történt, az a választási kudarc előtt már jóval hamarabb eldöntetett, hogy ő hátralép egyet látszólag, de valójában teljes erővel továbbra is a párt vezetésében helyet foglal. Ami különbség, és a cikkünk erre utal, mi információból úgy értesültünk, hogy a Jobbik feladja hosszú távon a hagyományos politikát, tehát a sajtó megjelenésüket leépítik, vissza fognak lépni számtalan olyan területen, ahol egyébként egy
politikai pártnak jelen kéne lenni, és teljes erővel a virtuális térre vetik magukat, tehát celebeket keresnek fel, influencereket, ez most egy divatos kifejezés, véleményformálókat próbálnak megnyerni, és a Jobbiknak semmilyen más lehetősége nem maradt, és ezt ők is tudják, mint hogy a 10 és 20 évesekre kivessék a hálójukat, ezért repzenészekkel, celebekkel és mindenféle a virtuális térben létező sztárokkal erősítenek. Ez az utolsó dobásuk. Tehát, hogyha ez sem sikerül, ez a váltás, akkor a Jobbik valószínűleg a kispárti státuszba süllyed vissza nagyon rövid időn belül. Még a 2000-es évek elején egy akkor nagyon sikeres vállalkozó asszonyról megírtuk, hogy ő Kovács Laci bácsi hölgyismerőse, és szándékosan használtuk a hölgyismerős kifejezést, mert nem volt konkrét bizonyítékunk a szerető kifejezésre. Ennek ellenére a bíróság úgy értékelte, hogy mi szeretőként mutattuk be, és a magyar nemzet, ha jól emlékszem, 1 millió forint kártérítést volt kénytelen fizetni. Majd néhány évvel később ez a hölgyismerős berágott Kovács Laci bácsira, és talán a Blikben mutogatta, hogy ez a szemét összetörte a szívét, és itt van az alsó nadrágja, hiszen együtt voltunk kint Brüsszelben. És ne feledd szabad. Ilyenkor kéne visszamenni a bíróságra, és megkérdezni a bírót, hogy tessék mondani, nem kéne az egymisit visszaítélni? Malacod van, mert Liszkai Gábor főszerkesztőnek volt annyi humorérzéke, hogy visszaperelte a pénzt, és ha jól emlékszem, vissza is kapta. Úgyhogy most egy picit hasonló helyzetben vagyunk. Így a választási kampány csatazaja és minden egyéb után Heller Ágnes felmutatta Vona Gábor alsónadrágját, amit ott felejtett. Egy szóval kiderült, hogy amit de Zsolt nem írtunk, szó szerint történt. Amit írtunk és mondtunk az elmúlt egy évben, az mind és mind igaz volt. Sőt, valószínűleg csak a valóságnak a felszínét kapargattuk. De hát téged is felhívotta volna, hogy miért hazudoztál róla. De ez a lényeg, hogy nem hazudoztunk. Én ezt mondtam a Vonának is, hogy senkiért és semmiért nem fogunk bocsánatot kérni, mert nem hazudoztunk róla. Hát itt a bizonyíték, amikor aztán tényleg a Jobbik legbelsőbb köréhez tartozó katonái pakolnak ki, hogy még a választási kampány idején Vona szövetséget kötött Soros embereivel. És hát kívülről láttuk, hogy kiáll a CEU-ért, láttuk, hogy ugyanazt a balakottában játszik. És most itt a bizonyíték. Szóval egy ilyen nagy alsógatya sztorinak vagyunk most a, hát most hogy mondjam már, hód az előadás lelkes és rajongó nézői. Azért ugye az nyilvánvaló, hogy Wollner mindenképpen most tesz egy kísérletet arra, hogy valamilyen módon megállt parancsoljon az alsó nadrágos folyamatnak. Ugye ő azt írta, hogy rendkívüli közgyűlést akar összehívatni, és tisztújítást, ahol egyszer is minden is jelentkezett a párt vezetésére. Az a nagy kérdés, nem ismerem a Jobbik alapszabályát, hogy hogy is miképpen lehet összehívatni egy rendkívüli kongresszust, amely egyben tisztóító kongresszus is, de hát nyilván Wollner ismeri, nyilván nem a levegőbe beszél, és feltételezem azt is, hogy vidéki jobbikos körökben, ahol amúgy is óriási a felháborodás, meg a kiábrándulás a jelenlegi vonalvezetésből, meg miatt, hogy megvannak a maga emberei, akikkel ezt legalábbis megpróbálhatja keresztül vinni. Na most mi fog történni, ha feltételezzük azt most egy pillanatra, hogy Wollner Jánosnak sikerül, összehívnak egy rendkívüli kongresszust, vagy mi a bánatot, rendkívüli tisztújítást tartanak, Gyöngyös és Schneider tandemet lecserélik, a Szabó Gábor nevű pártigazgatót kirúgják, és Wollnert megválasztják elnöknek. Akkor lesz egy Jobbik, amelyik visszatér a 3-4 évvel ezelőtti eredeti kerékvágásba, akkor egyesül a Mi Hazánk mozgalommal, hiszen akkor már minek két fele lenni, és lesz egy nem létező pártnak egy létező frakciója, ahol a Gyöngyösi Mártonék még ottan kicsit belepisilnek a homokozóba? Vagy mi fog? Hát, ez egy jó kérdés, de szerintem mire föltettük ezt a kérdést, el is vethetjük. Ugyanis a Jobbik holdudvarában, a vezetők holdudvarában még mindig van annyi
annyi lekötelezett ember, akik konkrétan 3-400 ezer forintokat keresnek vidéken havonta, amiért bemülnek a megyei közgyűlésben, a parlamenti frakció egészen, amíg pénzügyi összeomlás nem következett be a Jobbiknál, tudta fizetni ezeket az embereket. Ezek Vona Gábor, Schneider és a többiek személyes lekötelezettjei. Ezek az emberek soha nem fognak szembefordulni Vonával, a többség tehát megvan. A másik része, hogy Volner, élek a gyanúperrel, és nem csak én élek a gyanúperrel, amikor azt mondom, hogy finoman szólva is egyeztet Toroszkai Lászlóval ezekben az ügyekben, és nem most kezdődött az együttműködés. Tehát Volner János könnyen meglehet, hogy az utóbbi időben csak azért maradt benne a Jobbik elnökségében, mert egyszerűen hasznosabb helyen volt, mint hogyha Dúró Dórával, Novákkal és Toroszkaival átlép az új pártba. Ha ez így van, és a Jobbik vezérkarának ebben a dologban igaza van, akkor könnyű belátni, és ez minket kívülállókat már jobban érdekel, hogy a Jobbikban nem egyszerű problémák vannak, és nem egyszerűen töréspontok vannak, hanem egy olyan mélyreható pártszakadás kellős közepén vagyunk, ahol a Jobbik elnökségének az egyik tagja is alapos gyanú szerint kihordott anyagokat, vagy hangfelvételeket készített, vagy egyszerűen tartotta a kapcsolatot a szakadár mozgalom, és vice versa. Egy őrületes Facebook háború közepén vagyunk, megértük azt, amit a kisgazda párt elmúlása óta én magam nem hittem volna, hogy a nyilvánosság előtt teljes amatőrizmussal üzengetnek egymásnak. Ezek az emberek, akik tegnap még bajtársnak nevezték magukat, elérzékenyülten lapogatták egymás vállát, és esküdtettek, hogyha mandátumukat vissza kell adni, akkor a pártnak adják vissza. Ez idő szerint egyetlen egy szakadárú sem adta még vissza a pártnak a mandátumot. Azt meg zárójelben jegyzem meg, hogy én se adnám vissza, mert az a Jobbik, amire ők felesküdtek annak az idején, már az már nincs az a párt. Igen. Egyébként az, hogy ez a morális, vagy politikailag megsemmisült Jobbik megmarad-e, ketté válik, mi lesz a frakciójával, majdhogy nem érdektelen, és joggal mondják azt a nézők, hogy minek rugdossuk a döglött oroszlánt, már ha egyébként ez egy döglött oroszlán lenne, mert sokkal inkább egy döglött csakál, vagy hiéna, vagy mesztelen csiga. Egy ügy miatt érdemes foglalkozni velük ennyit, vagy még többet is, az pedig pont ez a Volner féle leleplezés. Az, hogy Magyarországon, vagy itt Közép- és Kelet-Európában így működik a nagy politika. Dekára megvásárolható politikusok vannak, és van egy megrendelő, már unjuk kimondani a nevét, de Soros Györgyről van szó, és az ő köreiről, akik láthatóan európai politikát akarnak csinálni, be akarnak avatkozni, és be is avatkoznak az európai parlamenti választásokba. Teleültették az embereikkel az Európai Unió teljes adminisztrációját, és ezek az emberek egy morálisan gyengécske pártot, akinek kellően hiú és becsvágyó a vezetője Vona Gábor képében, fel tudnak vásárolni, és fel tudnak használni egy kampányban. És hogyha ez így megtörténhet, és most hosszan sorolhatnánk, hogy ki mindenkire gyanakszunk még, vagy pontosan tudjuk, hogy a felvásároltak közé tartozik, akkor érthető, hogy Orbán Viktor és kormánya megpróbál még sokkal nagyobb léptékben gondolkodni, és ezeket az árulásokat kivédve egy igazán nagyvonalú, nagyívű szövetségi rendszerben elhelyezni Magyarországot, ami abban az is belefér, hogy akár Oroszországgal és Törökországgal pacifikáljuk a viszonyunkat, az is belefér, hogy az amerikai elnök és Brüsszel szembenállásában elhelyezzük magunkat. Szóval, hogy mondjam, virtuzatos, veszélyes terepen létezünk mostanában. Ha szabad ehhez csatlakozni, mondta Sorosnál, hogy nagyon fontos itt az ő szerepe. Az embernek néha van egy olyan sejtés, hogy lehet, hogy az egész arról szól, és nem véletlen, hogy a Jobbik mostani vezérkar az LMP felé kacsingat, hogy tulajdonképpen ők előre menekülnek, mert az európai parlamenti választásokon lényegileg le van már tárgyalva, hogy ők nagyon jó fiúk lesznek, és oda szavaznak, ahova szavazniuk kell. Az nagyon sok pénz, és pláne, hogyha beállnak a Soros által fémjelzett sodorba, akkor meg még annál is több pénz lesz. Tehát már nem érdekli őket, hogy ég a falu széle, égnek a házak, hogy a toroszkai féle Mi Hazánk mozgalom így szívja el a cserben hagyott kis jobbikosokat. Ő előttük az van, mert a Jobbik érdekes módon nem veszítette el azt a durván 15%-os támogatottságát, amivel 3-4 mandátumot esetleg tudnak szerezni a Bonának, meg még néhány cimborájának. Elhúznak 4 vagy 5 évre Brüsszelbe, és utánuk az özönvíz, vagy a tűzvíz, ahogy tetszik. Nekem az az érzésem, és nagyon jól mondja Gergő, én is egyetértek, hogy nem ok nélkül bukantak fel a Soros emberei
a Jobbik köreiben, a Jobbik vezérkar, amit kétségbe esve próbálnak tagadni, de fényképp bizonyítja ezt, nem véletlen, megkötötték az üzletet. Ezt lássuk be, nem tudom, Lacit, hogy te is ehhez akarsz valamit mondani, de lehet, hogy én vagyok a naív, de azt, hogy a Jobbik legutolsó kongresszusán ott ül az elnökség mögött a következő sorban a fél CEU, ezt én frankon nem hittem volna. És én a vonáról már nagyjából mindent elhiszek meg ezekről a gyöngyösikről, igen, mindent, de hogy ott ül öregem a CEU vezérkarból, nem tudom kicsoda, mert elfejtettem a nevét, tök mindegy, meg még egy másik, hát ezt nem. És Zsolt, ma reggel a híradóba, a ma reggeli tévéműsorban az M1-en bement a Jobbik szóvivője. Egy ilyen kis nyegle, pimasz kis fickó. Juhász vagy kicsoda. Jakob Péter. Mindegy, a neve érdekes. Egy kis pimasz alak, és persze dobálta a pimasz jelzőket és megjegyzéseket a nem jobbikos közszereplőkre. És akkor ez mondja, hogy hát micsoda hülyeség a Wollner, mert hogy ez a kongresszus, amire a Wollner hivatkozott, az egy évvel ezelőtt volt novemberben. Már. Hoppá! Már. De ez meg most volt pár napja, és ezen is ott voltak a soros brigadérosok, vagyis olyan arcátlanul hazudik a kisrác, hogy reggel egy nagyot hantázik, és pár óra múlva kiderül, hogy öcsém, nem, már megint nem tudom, szemtelen vagy, pimasz vagy, magabiztos vagy, és hazudsz, mint a gépágyú. Na ezek, ilyenek. Ugye az, már az előzőben beszéltünk arról, hogy próbáltam szóba hozni, hogy az ember valamivel többet tud erről, mint az átlag ember, hiszen beszélünk olyanokkal, akik érintettek. Tehát ismerünk olyan jobbikosokat, akik szóba állnak újságírókkal, ismerünk olyan Mi Hazánk mozgalmában politizáló embert, akivel tudunk beszélni. És hadd mondjak néhány érdekes dolgot, ami talán nem köztudott. Ez a történet nem most kezdődött. Wollner János körül már hónapok óta forr a levegő, információink szerint volt olyan elnökségi ülés, ahol majdnem tetlegességi fajult helyzet, tehát majdnem összeverekedtek, mert az egyik elnökségi tag árulónak nevezte Wollnert. Aki egyébként nagyon szép, hogy most felébredt, de két év alatt kérdezem, nem tűnt fel neki az apróság, hogy a pártja az LMP-vel összeboronálódott, hiszen ennek az egész mostani folyamatnak, amit nagyon helyesen... A háta mögött a CEU. Hát mert amit most felvázoltatok, annak a próbája Hódmezővásárhelyen zajlott, ahol Márki-Zay Pétert a Jobbik leplezetlen ünnepelte, és ott már az új egységfront megmutatkozott. Tehát ennek a próbája már hosszú ideje zajlik, és amikor Wollner most azt írja a Facebookon, szerintem teljes joggal, hogy a pártban Gyöngyösi Márton és Schneider Tamás az LMP-vel való összeborulás fő profétája, akkor leírta a helyzetet. Tehát most ki kell mondani, hogy a Jobbik nevű, tehát a Jobbik jobboldali párt története véget ért. Ez a párt most már hivatalosan sem jobboldali párt, és még egy utolsó mondat, hogy arról is van információnk, hogy miután a költségvetési visszavágás nem hogy érzékenyen érintette a Jobbikot, hanem kilátástalan helyzetbe hozta őket gazdaságilag, ezért a túlélésért néhány hónapig a túlélésért folyik a küzdelem, és alig várják, hogy megérkezzen az új tárgyévre az állami támogatás, mert abban a pillanatban szét fogják hordani. Abban a pillanatban újra kistafírozzák a saját baráti, haveri társaságokat, és újra nem jut egy fillér sem azoknak a plakátragasztóknak, lelkes Jobbik aktivistáknak, akik most otthon ülnek, és nem értik, hogy kivel kellene azonosulni. Egyébként, hogyha másik oldalról nézzük az egészet, akkor úgy tűnik, hogy azért egy jobb CEU-s karrier is megkíván egyfajta erősebb ilyen gyomrot, ami sok mindent elbír, még a vasszöget is. Tehát, hogyha én CEU alapító vagyok, akkor milyen megfontolásból megyek el annak a Jobbiknak a kongresszusára, ugye kétszer vannak most már megemlítve ilyen helyen, akiről még egy vagy két évvel korábban elértem, hogy határozatban ítélje el az Európai Parlament, meg a Tavares elvtárs ugye szövegezze meg, hogy ebben az országban ilyen pártok vannak, sőt, még a sargentini jelentésbe is jusson egy szelet ki abból, hogy Magyarországon gárdisták félemlítik meg a cigány és a zsidó lakosságot. Tehát, hogyha én éveken át azon ügyködök, hogy egyébként felnagyítva a Jobbiknak a szélsőségességét, Magyarországot és Orbán Viktort a Jobbik körügyén lefasisztázhassam, akkor hogy tudok, hogy tükörben nézni, hogy hát figyelj, taktikai jogból ma elmegyek ennek az aranyos Gyöngyösinek, meg ennek az aranyos Schneidernek a dzsámboriára. Milyen erkölcsel vannak felvértezve ezek a figurák? Pont olyannal, mint a Vola Gábor. Igen. Lezárásképpen egy kedves barátom küldött egy SMS-t. Így szólt, hogy neki a Jobbik, mostani Jobbikról egy még a Kádár időkben népszerű vicc jut eszébe, amikor is
pártértekezletet tartanak, és azt mondja a pártitkár, hogy elvtársak, aki beszervez 3 új tagot, az konzekvenciák nélkül kiléphet. Nagyjából itt tartunk, a jobb, a ominózus hangfelvételek körülbelül erről szólnak. No, nézzünk egy a Jobbikénál, hogy is mondjam, csak sokkal fontosabb, húsba vágóbb, és bármennyire is messze történt a mi életünkre is hatással lévő drámát, ez Brett Kavanaugh, Trump főbíró jelöltjének a drámája és kálváriája, amely végül is azt kell mondjuk happy enddel zárult, hiszen a szenátus néhány nappal ezelőtt, vagy talán 2 nappal ezelőtt, 50-48 arányban megválasztotta Brett Kavanaugh-t főbírónak. Ez a megbízatás az Egyesült Államok alkotmánya értelmében élethosszig tart, ami azt jelenti, hogy Brett Kavanaugh haláláig, ha csak nem történik valami, akkor ebben a tisztségben fog maradni. És ez egy rendkívül befolyásos, és az amerikai politikai és minden egyéb életre szinte adott esetben beláthatatlan hatással bíró beosztás. Ami viszont Brett Kavanaugh-val történt, az követően, hogy Donald Trump őt jelölte főbírónak, de azt gondolom, hogy az azért érdemli meg a kitüntetett figyelmünket, mert mostantól kezdve tudhatjuk, és persze a magyar vízilabdázóink esetét is, ha ide tesszük, akkor az csak egy újabb bizonyíték arra, hogy elérkezett az a idő, az a világ, amikor bárkit, bármikor meg lehet vádolni ezzel. A vád, a hamis vád semmilyen konzekvenciákkal nem jár, viszont adott esetben bárkit, bármikor karrierjében, egzisztenciájában és morálisan is akár tönkre lehet tenni. És az a nagy kérdés, hogy ez meddig tűrhet, meddig viselhető el, és mikor fogja azt mondani a társadalom, vagy akár a törvényhozás, hogy ennek valamilyen módon gátat kell szabni, lennének ötleteim. Én például már most hoznék egy törvényt, hogy az a nő, aki 30 napon túl fordul bármilyen hatósághoz azzal, hogy őt megerőszakolták, azt azonnal el kell hajtani a büdös francba. Mert aki 30 napig nem tesz feljelentést, az a 31. napon, meg 30 év múlva már ne tegyen. Hát ha szabad, hadd tegyem ahhoz hozzá, hogy ez a bizonyos legfőbb bíró, ez a legfelsőbb bíróság, ez az alkotmánybíróságnak felel meg, de Amerikában, ahol a fékek és ellensők rendszer egy halál rafinált csapda, hogy nehogy véletlenül az elnök tudjon működni, ez a bíróság nagyobb jogkörre rendelkezik szinte, mint az amerikai elnök. Mindent megsemmisíthet. Tehát élet-halál kérdés, hogy liberális, vagy konzervatív, vagy mondjuk így patrióta szemléletű ember. Ez a katolikus írt családból való bíró, fiatal ember, és a Trump híve. Ott több olyan bíró van, aki már 80 év fölött van, tehát a Trumpnak matematikai esélye van arra, hogy a ciklusában, ha esetleg megválasztják még inkább, újabb és újabb bírókat állítson, ami azt jelenti, hogy alkotmányos eszközökkel, ha a legfelsőbb bíróság az elnök mellé áll, akkor Amerikában az amerikai elnök el tud kezdeni működni. Ha ráadásul van társadalmi támogatottság, akkor ebben egy fantasztikus dolog jöhet ki. És örömmel, és ugyanez a Donald Trump kiadott egy nyilatkozatot a Twitteren, miután a jelöltje győzött és megválasztották legfőbb bírónak, hogy na hát hiába voltak a sipítozások, sikoltozások, amelyek egyébként soros pénzén zajlottak, mégis győztünk. Tehát az amerikai elnök néven nevezte Soros Györgyöt. Milyen érdekes, ez az öreg ember ezek szerint az egész világon rontja a levegőt, és próbál zavart kelteni, de konstatáljuk örömmel, hogy Amerikában a Soros hisztéria pedig nem volt kicsi, elképesztő méretű, ott átszibárgott ide is a zaja, megbukott. Tehát Soros nem mindenható, és a pénzével sem tud mindent elérni, úgyhogy én egy óriási diadalnak tartom ennek a főbírónak a megválasztását, mert ez nekünk is előtt kell, hogy adjon, hogy megverhető
a soros hadsereg, legyőzhető. Pedig annyival, de annyival elegánsabb lett volna és piszibb lett volna, hogyha egy transvestita néger, aki nem mellesleg tolószékes is lesz az Egyesült Államok főbírája. Nekem is jobban tetszett. Hát neked lehet, hogy tetszett volna, tényleg nem gondoltam. Egyébként, igen, mondjuk. Bocsáss meg, nekem meg eszembe jutott egyébként, mert András mindent elmondott, tehát igazából nem is tudnám kiegészíteni. Eszembe jutott Cristiano Ronaldo ügye. Ugye arról van szó, hogy Cristiano Ronaldo a hírek szerint erőszakoskodott egy nővel, akinek már egyszer eszébe jutott, hogy erőszakoskodtak vele, akkor majdnem azt hiszem 400 000 eurót kapott Ronaldo ügyvédjétől, hogy ne csináljanak ebből ügyet, aztán most megint felbukkant az ügy, és a lényeg az, hogy láttam egy kis videót, hogy előkerült az ismeretlenségből egy olyan videó, ahol Ronaldo együtt látható ezzel a hölgyel, együtt mulatnak. És ezen a feltéve is nem megengedve, vagy nem tudhatjuk, hogy mi történik egy szállodai szobában, de láthatóan rettenetesen rossz hangulatban voltak, mert a videó, az a 11 néhány másodperces videó azt mutatja, hogy Ronaldo így lazázik a diszkóban, és ez a hölgy ott van, és így átkarolja a nyakát, és magához húzza. Azt a Ronaldót, aki vonzó férfi, roppant gazdag férfi, roppant sikeres férfi, tehát minden okunk megvan feltételezni, hogy az a nő boldog, aki egy diszkóban Ronaldót magához vonhatja. Majd utána eltelik X idő, és kiderül, hogy brutálisan megerőszakolja őt a szállodai szobában, de ugyanúgy nem jut eszébe, hogy egy héten belül, hogy a Zsoltán. Mondjuk még aznap este leszaladjon, neglizsében, hogy jó napot, a Ronaldo éppen most csinált meg, én nagyon nem akartam, segítség. Ez ugye itt a trükk az az egészben, és erről is beszélni kell, hogy azokat a nőket célozzák meg ezekkel a típus üzenetekkel, akik kénytelenek voltak erőszakoskodást elviselni életükben, akik belebotlottak ilyen perverz állatokba, akinek az életében ez a tragédia megtörtént. Mert abban a pillanatban hajlamosak érthető módon egyébként más férfiak kivetíteni ezt a szörnyűséget. De egy egészséges férfinak itt kötelesség ezt visszautasítani, pláne ilyen ködös vádak alapján. Tehát azért ne kezdjük el azt játszani, hogy egy nő egy bemondásra hónapokkal és évekkel később megindul egy vizsgálat, amivel semmit nem lehet bizonyítani, de már a Kavanaugh ügyben is azt láttuk, hogy olyan táblákon mentek a feministák Amerikában tüntetni, hogy én neki hiszek, hogy a her szó, tehát a nőnemű szót használták. Tehát ott áll egy ilyen szegény kis madárijesztő lány egy táblával, és azt mondja, hogy én neki hiszek, a nőnek hiszek. Miért hisz neki? Ja, miért hisz neki, még a tényeket sem ismeri? Azért, mert az érzelmei afelé terelik, mert egy olyan társadalomban élő, most már az van, hogy aki férfi, az egy perverz állat. Születésétől fogva. Ez szerintem minden normális férfinek és nőnek vissza kell utasítani. Tudjuk, hogy ez milyen elképesztően káros, hogy az emberek már nem mernek ismerkedni egymással, hát ahol klasszikusan a párkapcsolatok, aztán a házasságok létrejönnek, munkahely, iskola, bármiféle közös program, ugye nem mersz oda menni egy hölgyhöz, mert rád fogja, hogy molesztáltad, zaklattad. Elképesztően kártékony az egész, és ahogy mondott, pontosan azokat a hölgyeket alázzák meg legjobban, akik viszont a valódi áldozatok, van, akiknek tényleg van. Lenne okuk a rendőrségre fordulni, akik tényleg nem kapnak elég segítséget, akit esetleg tényleg rettegésben tart egy környezetében lévő férfi, mert minden bohóckodásból ilyet lehet csinálni. Hát ez az egész elkezdődött itt Magyarországon Sárosdi Lillával, hogyha jól mondom, ugye a művésznőnek a nevét. A nagy síjelővel, igen. A nagy síjelővel. Jaj. Akit tényleg már csak az előadásai apropóján nem tudtuk elképzelni, hogy olyan nagyon összetörhették a szívét, amikor egy Lottyat Blét meg kellett néznie. Emlékszünk rá. Igen. Lefolytottatok nem vagyok hajlandó veled szóba. Egy fontos információ. Az a hölgy, aki ezt az amerikai főbírót megvádolta, amiből leted a cécó, miután a főbírót megválasztották, és a dolog súlytalanná vált, közölte, hogy hát akkor maga részéről úgy érzi, hogy akkor nem folytatja. Tehát befejezi. Most már minden rendben van. Hát nyilván a lét megkapta. Megkapta a lét. A szerepet eljátszotta, nem sikerült kiszolgálni. Megyek tovább. Köszönöm szépen. Már nem szenved. Nagyon fontos, és persze ez nem járta be ez a mondat, mert Donald Trump bármit csinál, mond, az azonnal hetekig téma ebben az ótvar Soros által fizetett és kitartott geny sajtóba. Nyomorultnak valami papír, fölrakad a cipőtalpára, és úgy megy fel az elnöki gépre, akkor azt nézi az egész világ egy hétig, de amikor azt mondta most a Kavanaugh úgy kapcsán, mert ezt mondta, hogy a
hogy az ő számára az a legmegdöbbentőbb, hogy az egész életét abban a tudatban élte le, hogy az Egyesült Államokban, ameddig valakit a bíróság el nem ítél, addig az az ember ártatlan. És ehhez képest ma azt látja, hogy 30 éves távlatból minden bizonyíték nélkül embereket megvádolnak, bárkik bármivel, és már nem számít, hogy egyáltalán van-e ügy, meg bíróság, meg egyáltalán hivatalosan emeltek-e már. Kavanaugh ellen senki nem emelt vádat. Egy nő 30 év távolából megvádolta azzal, hogy 16 éves korában egy házi bulin meg akarta reszelni. Ha igaz, ha nem. Kit érdekel ez? Kit? Azt a kislányt, aki ezt a táblát tartja. Azt. Mert azonban a saját, és itt is egy fontos dolog, a saját életkörülményét, a saját kisiklott életét vetíti rá egy nem létező helyzetet. Tehát ez egy nagyon egyszerű pszichológia eljárás. Tehát bekapcsolja az emberek életébe ezt. De hát azért én élek a gyanúpjával, vagy legalábbis reménykedem, hogy azért a világon a nők többsége az nem kisiklott életű pszichopata szerencsétlen, akit az életben nem fog senki megizélni, és ezért rettenetesen retteg az erőszaktól, hát csak nem mindenki ilyen már. Nem. Mindenesetre azért tegyétek a kezeteket a szívetekre. Mondjuk a legkésőbb a Kavanaugh ügy óta, de már szerintem a Martin ügy óta, nektek is járt már lázasan az agyatok, hogy gimibe, mátó részeken mondtatok-e már csúnyát valami lánynak? Goviban. Hát mondjuk nekem van egy 87-es házi buli, amivel még nem számoltam elő magamban. Ezt azért hadd mondjam el. 82 táján nálunk is voltak bulik. És még volt nálad ilyen beleegyezéses ív, tudod? Ami, persze. De most már Amerikában ezzel járkálnak, hogy lassan, hogy be kell x-elni, hogy közösen mit az ember elkezd, igen, 82-ben, mikor elkezdtük a bugyit lehúzni, akkor hopp, várj egy picit, drágám, az ív. Elvtársnő, mit tett ívél? Na, nem kéne ezt a világot egy kicsit helyre pofozni valahogy, és nem csak a szó átvitt értelmében, dehogy nem. Ukrajna. Beszéljünk azért az ukrán-magyar helyzetről, mert, hogy is mondjam, csak dalmahodik az ügy. És most túl a dolgok primér szintjén, hogy igen, elnökválasztásra készülnek. Egész Ukrajna egy csődtömeg. Ott már az ég egyet a világon semmi nem működik. Van ez a Poroshenko nevű seggfej, van az egész kormánya, zárójel, számos kormánytag, még csak ukránul sem beszél, ebben angolul, anyanyelvi szinten. Ki milyen állampolgár, ugye ne firtassuk, ki a CIA-hoz van bekötve, ki a Mossadhoz, ne firtassuk. Ezek jönnek azzal, hogy magyar állampolgársági esküt tesznek kárpátaljai magyarok, és hogy ez vérlázító. Most már eljutottak odáig, hogy elkezdték belengetni, hogy megbüntetik azokat, akik orosz állampolgársággal is rendelkeznek. Kíváncsi vagyok, hogy zárója megint bezárva. Szóval van egy teljesen működésképtelen, a tönk szélére sodródott, rettenetes hely, ez Ukrajna, egy fekete öves gazemberekből álló kormánnyal és elnökkel, aki a választásra készülve nyilvánvalóan előrántotta a magyar kártyát is az orosz mellé. Mert eredetileg valószínűleg csak az orosz kártyát akarták előrángatni már a nyelvtörvénnyel, csak azzal az aprósággal nem számoltak, hogy a nem tudom hány millió orosz mellett ott azért vannak még lengyelek, meg magyarok, meg ruszének, meg rutének, és hát ha valakinek ez nem fog tetszeni. Tehát ez a dolgok primér szintje, de éppen tegnap volt itt a másik műsoromban ugye a stratégia, Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, csak kimondtam, akitől megkérdeztem, hogy ha Ukrajnát mégiscsak fölvennék a NATO-ba, és mondjuk az Egyesült Államok csapásmérő fegyvereket telepítene Ukrajna területére, akkor nem lennének-e amúgy teljes joggal rettenetesen pipák az oroszok, és nem lépnének-e valami ezzel arányos választ. Mire azt a választ kaptam, hogy de. És hogy azt mondta Kovács úr, hogy a NATO
a lehető legnagyobb stratégiai hibáját követi el, ha Ukrajnát fölveszi. Mert ezzel bele fogja kényszeríteni az oroszokat egy ellenlépésbe. Ti ezt hogy látjátok? Hát az első dolog az, hogy szerintem is választási kampány fogásról van szó első körben. Tehát Ukrajnában választások lesznek, és pontosan így, ahogy mondtad, hogy létezik a magyar kártya, a magyarokon lehet ütni. A magyarok nem számítanak, Ukrajnában olyan kevesen vannak, hogy képesek megtestesíteni az ukrán, a nacionalista ukránok számára a nyugati ellenséget, az a nagyjából 120 ezer magyar, aki maradt Kárpátalján. Azonban van egy mélyebb összefüggés is, az, hogy azok, akik az ukrán kormányt tartják nyugatról, azoknak nem tetszik, hogy Magyarország az érdekei mentén partnerként kezeli Oroszországot. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy nekünk az orosz gázra akkor is szükségünk van, hogyha Oroszország és Ukrajna háborúban áll egymással, és nekünk mindenképpen kell a gáz, vagy azt mondjuk, hogy a magyar termékeknek kell a keleti piac, és nekünk Oroszország ugyanolyan fontos felvevő piac most és a jövőben, akkor olyan érdekeket sértünk ezzel a fajta hozzáállással, amelynek az indikációja jobban tetszik az ukrán-magyar viszály. Tehát itt nem primér ellentétről van szó mégsem a kampányon túl, hanem egy mélyebb összefüggésről, ahol az ukránok, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, az ukrán kormány, egy báb állam kormánya, szemben az önálló magyar külpolitikát képviselő magyar nemzeti kormánya. Tehát nekünk, amikor Kijevvel vitatkozunk, ugyanúgy a háttérhatalommal van vitánk, mint ahogy mindennel kapcsolatban, ami az önálló magyar nemzeti politikára tör. Hogy mi lehet ebből? Csendesülni fog a kampány után, úgy gondolom, ez a viszály, hiszen ez nem is tartató fenn sokáig. Azon kívül Magyarországnak megvan a lehetősége, hogy nemzetközi szervezetekben kellemetlenkedjen Ukrajnának, és bár nem jól felfogott érdekünk, és adja Isten, hogy erre ne kerüljön sor, de a NATO-ban, házon belül lévén képesek vagyunk kellemetlen perceket okozni ennek a kievi vezetésnek. Hát konkrétan meg tudjuk vétózni. Meg tudjuk, bár nyilván itt megint egy nagyhatalmi kérdésről van szó, de összességében azt gondolom, hogy senkinek nem hiányozna az, hogy Magyarország és Ukrajna között ez a rossz viszony még tovább mélyüljön, de a labda nem nálunk pattol, hanem Kijevbe kell ezt az őrületet befejezni, és még egy gondolat, hogy teljesen mindegy egyébként, hogy ők mit gondolnak erről a magyar-ukrán viszonyról, de az, hogy a kárpátaljai magyarokon csattan az ostor. Azokon az embereken egyébként, akik ennek az ukrán kormánynak és az úgynevezett demokratikus CIA vezérelte ukrán kormánynak kezdetben lelkes hívei voltak, hiszen ők még emlékeztek a totális korrupcióba fulladt előző ukrán vezetésre. Az, hogy nem honorálja Kijevből ez a politikai vezetés, az, hogy a kárpátaljai magyarok nyugatosak, és hogy kezdetben a demokratikus értékek mentén támogatták ezt a felállást, ez meg a politikai hálátlanság jele. Ezt a szörnyeteg államot egyébként azok hozták létre, akik előtt lihegve, csaholva, néhány falat ilyen kutyakajáért csápolva ott ül, Vona Gábor, ott ül Újhely István, ott ül Jávor Benedek, és a többiek, a Hatházi, meg ez az egész hazáruló banda, és hogy látjuk, hogy mi lett ennek az egésznek a következménye, egy megoldhatatlan háborús konfliktus, a kárpátaljai magyarok megfélemlítése és üldözése, az, hogy olyan felvételeket kapunk már nap mint nap, hogy ilyen vademberek ilyen katonai sálakba burkolózva lengyel és magyar zászlót égetnek hálátlanul a Kárpátok erdeiben, és teszik fel a Facebookra, ez megmutatja, hogy mi a következménye ennek a gazember politikának, amit Európában egyébként a Sorosék által támogatott Obamához köthető adminisztráció vagy hatalmi hálózat csinált. Nekünk ez a lehető legrosszabb, ami történt, hogy Magyarország keleti határainál egy háborús övezet alakult ki, hogy üldözik az ottani magyarokat, hogy nem tudunk kereskedni és élni kelet felé, miközben ráadásul délen ugyanezeknek a köröknek a jóvoltából a migránsok teszik élhetetlenné a helyzetet. Úgyhogy én ezeket a figurákat, akik ott égetik az ászlót, összefogdosnám legalább egy ilyen csokorra valót, és büntetésből összezárnám mondjuk Vona Gáborral és Jávor Benedekkel, hogy haverkodjanak, itt vannak a barátaitok, tessék. Ami, ha tehetek hozzá valamit, ami a NATO tagságot illeti, azt hiszem megnyugodhatunk, hogy nem lesz Ukrajna NATO tag, mert Magyarországnak nagyon erős és nagyon nyomatékos érdeke, hogy ne megvétózza. És gondoljunk bele az a helyzet, hogy
az ukrán külpolitika odáig elment, hogy Kerekperec kijelentették, hogy Magyarországnak Kárpátaljára fáj a foga, ami egy frajdi elszólás volt a részükről, mert ebben a káoszban rettegnek, hogy a káosz elhatalmasodván esetleg leszakadnak róla a részek, és ugye nekik nagyon tetszik ez a kis falat, mert hogy ez átnyúlik a Kárpát-medencén, és így bent van a belső közép-európai részen. És be Ukrajna méretében négyszer akkora, mint Magyarország, ez azt is jelenti, hogy a amúgy állik felfegyverzett, bár a moráljában nagyon gyenge ukrán hadsereg, fizikailag erősebb a magyar hadseregnél. De mi a NATO tagjaként nem kell, hogy féljünk Ukrajnától, mert a NATO-nak kötelessége minden NATO tagot megvédelmezni. De ebből az is következik, hogy Magyarországnak az elkövetkező 50 évben nyomos érdeke fűződik, hogy semmilyen körülmények között ezt az őrült káoszt, ami Ukrajnában van, ne eresse be a NATO-ba. Tehát az ukránok szemtelenkedésétől, agresszivitásától nekünk nem kell félnünk. És viszont nyilván nem kell feszíteni sem a húrt. Ugye most elmentek oda, hogy közölték, hogy a kiküldött nagykövetünket nem fogadják. Én nekem nagyon tetszik a magyar külügy gerincessége, és az is tetszik, hogy nem, soha nem lépjük túl a megengedett mértéket. Kemény a magyar válasz, tehát kiutasítottak egy konzult, mi is kiutasítunk egy konzult, tehát nem lacapacázunk, de nem provokálunk. Tehát keményen és határozottan védjük a kárpátaljai magyarságot és a jogainkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami Ukrajna jövőjét illeti, legyünk őszinték, ha egyszer ez a szennyes nagyhatalmi játék ebbe a térségbe véget ér, akkor a nagyhatalmak leülnek, és egyszer megbeszélik, hogy hogy lehetne ezt a csőtömeget szanálni, és kb. Úgy lehet, hogy 4-5 ország bevállal egy rész belőle, mert ez egy életképtelen konstrukció. Egy percünk maradt, és nem szeretném, hogyha Gergely válasz nélkül maradna, úgyhogy azért citálom ide ezt a témát utolsónak. Fluor Tamás szédítő karriert futott be a hazai ballipsi sajtóban. Miután a Facebookjára azt írta, hogy idézet következik, ez a szardarab Erdogán igazán kieshetne véletlenül egy ablakon, ha már így meglátogat minket. Erre Gergő azt írta itt a műsor témák közé, mikor ez felmerült, hogy tudom, hogy tudnom kéne, de ki az a Fluor Tamás? Azt hiszem, ezt nem én ott voltam egyébként, hanem én voltam. Bocsánat, ott láthatod. Azt hiszem, élete csúcspontjaként elénekelte azt a fantasztikus számot, hogy két kicsi legó, ha emlékszel erre. Nem, kimaradt. Nem? Pedig hát nem csodálom. Mindenesetre, hogyha keresjük a választ, a Fluor Tamás egy darab. Itt tudnám összefoglalni. Egy csomó fontos tisztség üresedik meg ezekben a napokban, a Jobbikban. Ott kellene politizálni. Így van, Fluor Tamást várja a Jobbik. Megmondta Z. Kárpát Dániel, kiléptetünk embereket. Behozunk újakat. Uraim, köszönöm a részvételt. Önöknek köszönjük a figyelmet. Híradó következik, messzire ne menjenek, velünk pedig jövő héten a szokott időben találkoznak. Viszontlátásra.